Fegyelmezetten dolgoznak az edzésen a kisvárdai futballisták, bár ők sem tudják függetleníteni magukat a háborús helyzettől. Ennek ellenére a legutóbbi fordulóban mindhárom kezdőcsapatba jelölt ukrán labdarúgó vállalta a játékot, a klub pedig gyűjtés kezdeményezett kárpátaljai sportársaik megsegítésére. A bajnokságban 10 mérkőzés óta veretlen a kisvárdai csapat, az idei évben 1 győzelem és 4 döntetlen Erős Gábor együttesének mérlege. A legutóbbi fordulóban Zalaegerszegen lépett pályára a Várda, és a találkozó gól nélkül ért véget. A vezetőedző a látottak alapján nem volt elégedetlen a megszerzett 1 ponttal. Zalaegerszeg otthonában 1 pontot szerezni, azt nem tartom rossz eredménynek. Értelemszerűen nem akarunk semmivel se takarózni, de hát azért ez nem egy szomszédvári rangadó előtt egy 7 órás utazás, úgyhogy ezt én inkább jó eredménynek tartom. Ami nekem jobban fájó, az a Debrecen elleni döntetlen volt, hiszen ott rengeteg lehetőségünk volt, és azt a mérkőzést meg kellett volna nyernünk. A másik 2 mérkőzés, tehát az Újpest és a Zalaegerszeg ellen inkább azt mondanám, hogy félig tele van ez a pohár. A bajnokság 2/3-ánál 3 csapat ellépett a mezőnytől. A 43 pontos Ferencváros, valamint az egyaránt 41 pontos Puskás Akadémia és Kisvárda jelentősnek mondható előnyt épített ki az üldözőkkel szemben. A Kisvárda szombaton a listavezető otthonában lép pályára. Nagyon nehéz mérkőzésre számítok, attól függetlenül, hogy a Ferencvárosra talán el lehet mondani, hogy most nem az életem formájában játszik, de azt talán nyugodtan kijelenthetjük, hogy a bajnokság legjobb csapatáról beszélünk. Talán mi egy kicsit játszhatunk úgy, hogy könnyedebben, igazából nem gondolnám, hogy nekünk van ezen a mérkőzésen kimondottan veszíteni valónk, inkább a Ferencvárosnak, de egyszer már sikerült őket megtréfálnunk, miért ne sikerülhetne még egyszer. Azt is többször említettem, hogy minden mérkőzésre úgy készülünk, hogy nyerni szeretnénk, még akkor is, hogyha a Ferencváros otthonába látogatunk, tehát ez most sem lesz másképp. A 23. forduló további párosítása a következő: Gyirmót MTK Budapest, Paks Mezőkövesd, Újpest Puskás Akadémia, Budapest Honvéd Debrecen és Zalaegerszeg MOL Fehérvár FC.